A kézilabda magyar kupa sorozat második fordulójában a Székács Kézilabda Egyesület Orosháza ellen játszott. A mérkőzés első félidejének végén még döntetlen volt az állás, 13-13-mal fordultak a csapatok. A második 30 percben csak 6 gólt szerzett a Székács, ezzel nem tudott versenytársa lenni magasabb osztályú ellenfelének. A végeredmény Székács Kézilabda Egyesület Orosházi FKS Linamar 19-26. Akkor egy összegzés a mai mérkőzésről. Számomra is meglepő volt, hogy tudta tartani azt a csapat az első fél időben, amit megbeszéltünk, hogy türelmesen játszunk támadásban. Hála jó Istennek, hogy átlövéseink bejöttek az első fél időben, és ugye 13-13 volt, ha jól emlékszem, a fél idő, a második fél időben pedig tulajdonképpen a védekezésünkkel se volt olyan nagy probléma, csak hát 6 gólt lőttünk aztán a második fél időben. Hiszem azt, hogy ez egy jó csapat lesz. Végül is azt lehet mondani, hogy egy ilyen mérkőzésen számítottál? Én rosszabbra. Olyan volt, mint hogy a második fél idő derekától valami eltört volna a srácokba, jól láttam? Nem hiszem, én csak azt láttam, hogy ugye míg az Orosháza 16 emberből cserélt, mi durván 10 emberből, 9-10 emberből cseréltünk, ugye a kettős igazolások azok nem játszhattak, hát sajnos késve érkezett meg a Mészáros Peti és a Kórodi Dávid, ugye, mert vecsésen beakadtak a forgalomba, tehát ezért ezeket, hogyha így összegyúrjuk, ugye a Mészáros Gabi, a Csirke az eleve olyan sérült volt, hogy nem is bírtam berakni a csapatba. A Csanádi Walter az tulajdonképpen fél éve most játszott a második mérkőzését, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó volt, tehát kerek volt a történet. Hétvégére mit számít az, hogy a csapat addigra valamennyire helyre fog jönni? Hát napsütésre számítok azt mindenféleképpen, mert a mai időjárás az elég rossz volt, de én azt mondom, hogy jó, bízom benne, felkészülünk az Algyő ellen, veszteni valónk nincsen, úgyhogy hajrá Székács! Először ugye láthattuk, hogy a mai mérkőzést a nézők élvezhették. Ugye gratulálok a hazai csapatnak, egy igazi fair és egy jó kézlabdát, ahogy mutattak, ahogy befektettek ezen a mérkőzésen. Tehát gratulálok Szoska Krisztiánnak, ugye, aki a csapatát úgy alakította, igazi harcos, egy jó kézlabdát játszó gárdát alakított ki. Tehát ugye először is jó mérkőzést játszottunk ma. Ugye örülök, hogy senki nem sérült meg egyik csapatból sem. Ugye nagyon fontos mérkőzés lesz Gyöngyös ellen, és biztos vagyok benne, hogy a Török Szent Miklós csapata és fontos mérkőzést fog játszani a hétvégén. Tehát ugye egy ideig egyenrangú küzdelem volt, de aztán ugye megmutatkozott, hogy nekünk hosszabb a kispadunk, és ugye kijött a különbség, de ugye gratulálok a hazai csapatnak ugye a játékához, a mutatott játékához, és sok sikert kívánok nekik a bajnokságban.